A Vaggottyán utcai munkálatok valójában egy nagyszabású beruházás részét képezik. Nagy területet érint, ez a Szennyvíz csatorna indult a Határ utcából, Virágberedek utcán keresztül, és ott, itt, ahol most állunk, a Vaggottyán utcán keresztül, egészen a Korona utcáig halad. És ez jelentős szerepet tölt majd a város csapadékvíz elvezetésében. A beruházás nem kis összeget emészt fel, ugyanakkor céltámogatást élvez. Jelentős összeget fordít az önkormányzat erre az elvezető rendszerre. Összességében 155 millió forintba kerül a csatorna rendszernek a kiépítése. A több mint 100 éves épületben mindig akad javítani való. Ahhoz, hogy ez a tornaterem megfeleljen az elvárásoknak, a pályázaton nyert összeget az iskola még közel 3 millió forinttal egészítette ki. A gyönyörű falburkolatot a szakemberek átvizsgálták. Véleményük szerint cseréjére nincs szükség, de felújításra szorul. A tervek szerint a kis tornateremben tükrök borítják majd a falak egy részét, így gyakorolhatnak a szertornászok. Az iskolákban koordinátorok felügyelték a mérés pontos levezetését. Elsőként magyarból szövegértési feladatok tették próbára az 5-esek és 9-esek olvasás készségét 60 percen át. Majd rövid szünet után a matematika következett, szintén egy órában. A mérés célja az, hogy a feladatok alapján kiderítsék, a gyerekek hogyan tudják alkalmazni eddig megszerzett ismereteiket. A hét elején a tetőt bontották a régi uszoda épületén. A körülzárt munkaterületen várhatóan december hónap folyamán végeznek a bontási munkákkal. Az új parkoló építése illeszkedik abba a városrendezési vonulatba, amely a belváros parkolási gondjainak enyhítését célozza. A régi uszoda használaton kívüli épülete már rontotta a városképet. Az új parkolóval megszűnik ez a gond is. Az 1 milliárd 71 millió forintos beruházásnak közel a felét teszi ki a gyógyászati központ építése. A januárban megkezdett munkálatok befejezésükhöz közelednek. A belső terekben jelenleg festők, burkolók, villanyszerelők dolgoznak még. A medencetér burkolásának egy része is elkészült már, ezt a munkafolyamatot várhatóan két héten belül befejezik az építők.